estét kívánunk, kedves nézőinknek! Soha nem látott izgalom várja önöket a multimilliók játékában, melynek tétje 51 millió forint. És aki minden este várja önöket a stúdióban, Jakubcsek Gabriella. Jó estét kívánok, köszöntünk mindenkit, aki szeret játszani, aki szeret izgulni, és aki szeret nyerni. 12 kérdés, akár 51 millió forint. Önök is játszhatnak otthon, a nézői kérdést azért mutatjuk. 25 ezer forintot ér. Mit nevezünk fekete halálnak? 1. Vámpírharapás, 2. kolera, 3. náfa, avagy testis. A telefonszámot és az internet elérhetőséget láthatják, hiszen online az interneten is játszhatnak, és a műsor végén kiderül ki az, aki 25 ezer forintot nyer. Szeretnének játszani, persze, hogy szeretnének játszani. Akkor pedig nincs más dolguk, mint feltárcsázni ezt a telefonszámot. 0-90-455-444-es. Kérem szépen, hogy ne levélbe, hanem telefonon jelentkezzenek. Izgulnak, ugye? Mi nagyon izgulunk itt a stúdióban, hiszen pillanatok alatt eljutottunk a hetedik kérdésig, és már 800 ezer forintnál tart dr. Parócai Csaba. Üdvözlöm, Csaba! Foglaljon helyet! Na, hogy van? Köszönöm, jól. Azért most egy kicsit már oldottabb, mint ugye? Mint oldottabb lennék, igen. Hát olyan pillanatok alatt eljutott az előző adásban a hetedik kérdésig, hogy hát magunk is elcsodálkoztunk, és csalhatatlanul mindig duplázott. Nyert a telefonálónk is. Pellérdi Zsuzsanna rokkant nyugdíjas Somogy megyéből jelentkezett a játékra, és 400 ezer forintot nyert, és ugye emlékeznek, hogy alig hitte, hogy valóban ennyi pénzt meg lehet nyerni ebben a játékban. Kérem szépen, meg lehet nyerni. Tessék jelentkezni játékosnak, telefonos játékosnak. Mit szól a család? Örülnek. Örülnek. Négy gyerek, ugye? Parócai Csabának négy gyermeke van, mint az orgonosíp lefelé. Bizony. És mi lesz az a nagy ígérvény, amit a nyereményből a gyerekek felé továbbítani tud? Hát még nem ígérgettem semmit, mert ugye még nem látjuk a végét. Okosan tette. Okosan tette. Ezért emlékeztető, 800 ezer forintnál tartott. 400 ezer forint volt az előző tét, de azért nézzük meg a témakörét, a hetedik kérdés témaköre. Hát Csaba, ez az élő világ. Szeretem. Szereti? Na most eddig duplázott. Maradjunk ennél a nemes. Duplázna? A kérdés így szól. Az alábbiak közül melyik nem egy létező növény neve? 1. Posványsás, 2. Odvaskeltike, 3. Szőrös disznóparéj, 4. Kövér Amália, 5. Herefolytó aranka, 6. Csattanó maszlag, 7. Fürtös gyöngyike. Herefolytó aranka, hát így hívni egy növény. Hát van olyan, pedig női névnek is. Van olyan, fürtös gyöngyike az biztosan van, csattanó maszlag is van, visszafelé haladok, herefolytó aranka szintén van. Kövér Amáliáról növényben még nem hallottam, szőrös disznóparéj az biztosan van, odvas keltikéről sem hallottam még, posványsás az vagyon, odvas keltiké és kövér Amália. Hát ilyen gyönyörű névvel szerintem, hogy Kövér Amália, ez nem létezik ilyen. Tehát azt mondja, hogy Kövér Amália az nem egy létező növény. Ha jól válaszol, Csaba, akkor 1 millió 600 ezer forint. 1 millió 600 ezer! Úgy láttam, hogy már találkozott herefolytó arankával, csattanó maszlaggal, fürtös gyöngyikével. 1 millió 600 ezer forint. Egyedül jött meg én? Igen, egyedül jöttem. A csemetéknek az elhelyezését nem tudtuk megoldani. Hát van, hát jó, hát... A nagyok azok már a nagyok azok a saját életüket élik. Na most abból a sok vágyból, ami itt előttem szerepel, amikor jelentkezett, ugye egyrészt egy világkörüli utat forgatott a fejében, másrészt házat építene a családjának. Hát azért ebből most már valamelyik felé elindulott a fantázia. Az utazás már... Hát az utazás igen, de azt hiszem, hogy inkább az utóbbi volt, az utóbbira volna igazán nagy szükség. Házépítés? Igen, ennyi csemetével a háttérben. Hol építene?
Hát a Diósdon, ott, ahol lakom. Diósdon. Na nézzük, hogy hova jutunk. Most eddig duplázott, és a nyolcadik kérdés következik. Nézzük a témakört. Zene. Maradhat. Maradhat. Óvatosan maradhat. Nyolcadik kérdésnél tart már. Az egyetemes történelem lesz majd Parócai Csaba választott témaköre, amelyet még nem vett igénybe, tehát nagyon jól állunk. Hát legyünk még bátrak, folytassuk a hagyományt. Duplán? Húha, 3.200.000, ha jól válaszol. Nézzük a kérdést. Mit jelent eredetileg magyarul az oratórium? Egy ünnepnap, kettő szentmise, három rózsafűzér, négy gyuntatószék, öt imaterem, hat imakönyv, hét dallam, nyolc passiójáték. És kérem szépen, hogy lassan. Igen. Van az a mondás, hogy óra et labora, tehát imádkozz és dolgozz. Ebből úgy vélem, hogy az imaterem a megfelelő. Ha jól értem, nem teketóriázik, hanem bejelölte, hogy imaterem. Az oratórium az egy drámai elbeszélő mű, szólistákkal, kórussal, zenekarral. Imaterem! Tökéletes! Tökéletes, a 16. században vagyunk, ugye az ima termekben tartott összejövetelek alkalmával született meg maga a műfaj, az oratórium. Fantasztikus, 3.200.000 forint. 9. kérdés. Nézzük a témakört. Sport. Sport. Duplázunk. Duplázunk! Azt a kis kérdés! Jó, de izgalmas! Jézus Máriám, 6.400.000 forint! Lássuk a medvét, most magam biztatom, mert olyan medveszerű vagyok. De, hogy is kíván, mackó az helyes. A mackókhoz különben is az embernek, főleg a nőknek van egy ilyen odabújós vonzódása, ez legyen maga előtt. Hát ne, ez igaz, jól van, akkor önnél ez már. 9. kérdés témaköre a sport, nézzük a kérdést. Hol rendezték az első férfi sakkvilágbajnoki döntőt? 1. Berlin, 2. Moszkva, 3. Párizs, 4. New York, 5. Havanna, 6. Buenos Aires, 7. München, 8. Amsterdam, 9. London. Érdekli a sakk? Hát valamikor sakkozgattam, de már most nagyon régen nem sakkozom. Viszont a barátaim körében szépen vannak és voltak, akik sakkoznak. Valami féle rálátása az embernek van erre, de most erre nincs. Úgy vélem, hogy miután a sakk egy kifejezetten olyan sportág, ahol nagyon sok függ a szponzoroktól és a sok pénztől. És miután az első bajnokok között igen szép számba voltak amerikaiak, én azt mondom, hogy New York. Ez a bajnok, aki az első férfi sakkvilágbajnoki döntőt nyerte, az Wilhelm Steinitz volt. Hát így mondjuk. Azt hiszem, hogy ő nem amerikai, de ettől függetlenül New Yorknál maradok. Azt mondja, hogy New York? Igen. Ezt mondta, hogy New York? Igen. Ha jól válaszol, 6.400.000 forint. Gratulálok!
logikájában attól féltem, hogy ugye nem amerikai volt az első győztes, és hát New York és Havanna váltogatták egymást az első 5 évben. Őrületesen sok pénz. Na most mi van? Hogy van? Hajhaj. Szőlőcukor, víz. Szőlőcukorra most vaterkázzunk egy kicsit, köszönöm, mert szépen. Azért most már annyi pénze van, hogy a csuda. Hova utaznak? Ahol a természetben lehet bújni valahol, ahol még érintetlen a természet. Ős. Ahol ős állapotok uralkodnak a természetben. És bírná? Hát nem tudom, ez jó kérdés. Lehet, hogy nem, de Amazóniában mondjuk. Ígérje meg nekem most, függetlenül attól a 10. kérdésnél tartunk, és nem tudjuk, hogy milyen bátor tétel, mert nem tudjuk, hogy hogy fog sikerülni. De azért ígérje meg nekem, hogy azért valamilyen vágyát teljesíteni fogja ebből a pénzből. Biztos kitalálok valamit, ami jó. Közel áll a szívemhez. Na, majd kíváncsi leszek. 10. kérdés témaköre, nézzük. Csaba, irodalom. Először láttam, hogy elgondolkozik a témakörön. Én nagyon szeretem az irodalmat, főleg a magyart. Figyeljen ide, Csaba, van 2 egyetemes történelem témaköre. Nem akarom rábeszélni, de tudja, hogy hány kérdés van ebben a játékban? 12. Tehát vagy most... Most hol tartunk? Ez a 10. Tehát még tulajdonképpen, ha akarja, tartsa meg, mert akkor utána lesz könnyebb. 5. 5-öt tesz fel? 5 lesz a tét. 5 millió forint a tét. Hújúj, nagyon sok. Az aláfelsorolt könyvek közül melyik a Mary Westmacott néven is ismert író regénye? 1 Orlandó, 2 Hullámok, 3 a Sorskapuja, 4 Üvegbúra, 5 Irgalmas ég, 6 Divatok a szerelemben, 7 Hangyaboly, 8 Takard el arcát, 9 Egy tiszta nő, 10 Az aranytemplom. Miután azt mondja, hogy ez Mary Westmacott néven is ismert, akkor nyilván más néven is ismert lehet. És úgy rémlik nekem, hogy és miután a témáknak a zöme is erre utal, mint hogyha ez Agatha Christie lenne. Most már csak azt kellene kitalálni, hogy ezek közül melyik a melyik Agatha Christie. Úgy gondolom, hogy a Sorskapuja. Azt mondja, hogy Mary Westmacott néven is írt volna Agatha Christie. Igen. Ha azt mondom, hogy Lady Mellowen, arról ki jut eszébe? Azt hiszem, hogy azon a néven is írt. Azon a néven is írt Agatha Christie. Így igaz. Na, megjött a mosolyat. 11 millió 400 ezer forint. Fantasztikus. Most már jobban van. Látom az arcán. Fantasztikusan, pontosan játszik. Annyira, nem is tudom, ezt most komolyan mondom, hogy emlék, kezetembe kutakodok visszafelé, itt fantasztikus játékosok ültek, különböző jellemek, és annyira érdekes, hogy valaki hogy jön rá a megfejtésre, van, aki hosszan logikai úton. Ön gyakorlatilag 2-ből rájön mindig. Tehát mond, magának föltesz valamit, és a második, amik már ki is mondja. Igen, csak
hogy mondjam, van miből válogatni, mert irdatlan mennyiséget olvastam. Azért is gyűjt a könyvet, mert rettenetes. Tehát sokkal kevesebb televíziót nézek, és médiát és egyebet, mint... Hogy és ettől van ideje olvasni? Ez így van. Hát ha van, amikor van. Persze. Igen, de hát azért a kérdések nagy része egyébként olyan, ők, olyan típusú kérdés, amelyet pedig egy széles ismerett anyagra épül, amit nem feltétlenül mindig könyvből elérhető, de mondjuk ebben a témakörben csak és kizárólag. Hány könyve van? Hú, hát nagyon sok van, az is az egyik fő problémám, hogy nem tudom őket hol tárolni, úgyhogy különböző dobozokban, ládákban, és egyebekben van a részben, a szuterénben, a részben, a padláson, a részben édesanyámnál. Maga például tudja, hogy hol vannak azok a bizonyos könyvek, amiket hát, keres? Többé-kevésbé nem mindig, úgyhogy sok is a problémám belőle, mert nem, tehát állandóan keresgélek, nem találok. De annyit költöztem életembe, hogy tehát vannak ilyen... Mindig kiderül valami kis magánéleti dolog. Egy 47 éves úr azt mondja, hogy már annyit költöztem életembe, tehát már ki se dobozol. Valóban, igaza van. Nem? Ez az egyetlen. Nem érdemes már ennyi könyvet kidobozolni, hogy ki tudja, mikor kell menni újból. Reméljük azért ez nem így lesz. Mondja, és a gyerekeivel el tudja fogadtatni, mint időtöltés az olvasást? Szívesen olvasnak, a nagyobbakkal nem volt semmi gond, azok remekül vették ezt az akadályt, bár ez nem akadály szerintem, hanem nagy öröm és szórakozás. A kicsikkel egy kicsit nehezebb, most úgy tűnik, hogy a média több időt rabol el tőlük, tehát többet ülnek a tévé előtt, videó, stb. Úgyhogy hát igen, ez... De azt hiszem, ez... De ez már nem is családi ügy, ez már nem valószínű, hogy ezen olyan ezt túl sokat lehet otthon javítani, talán annyit, hogy mellesleg nem kell tévét nézni. Így van. Hanem célirányosan időbe inkább. Időben el van terelve a tévé elő. Na, kérném szépen, annyira szívesen mondom ki ezt a 11 millió 400 ezer forintot. Jó, hallgatni is jó. 11. kérdés témakörébe kukkancsunk bele. Csaba, film. Cserélek. Cserél, mert, és ez az érdekesség, még egyáltalán nem vette igénybe az egyetemes történelmet, hanem a finishre tartogatta. 5 millió forint volt az előző tét. Hat. Melyik amerikai elnök töltötte be életében a legfelsőbb bíróság elnöki tisztét is? 1. Harry Truman. 2. Grover Cleveland. 3. Benjamin Harrison. 4. William McKinley. 5. Theodore Roosevelt. 6. Woodrow Wilson. 7. Warren Harding. 8. William Taft. 9. Calvin Coolidge. 10. Herbert Hoover. 11. Millard Fillmore. Ez egy jogásznak való kérdés, mert ebben van történelem is, meg jog is. Vigyoroghatok? Hát röhögjön nekem egyet az arcomba, komolyan, vigyorogjon. Hát ha valaki látta, hogy hogy ült ide le elém ebbe a székbe. 5 kérdésig úgy nézett ki, hogy a fogát nem fogom látni. Azért vigyorogok, mert tudom a választ. Na de akkor kitörően. Kérem szépen, még hozzá úgy volt a történet, ha... Akkor meséljen előbb. Jól emlékszem, hogy az úr először volt elnök, egy cikluson keresztül, és utána lett a legfelsőbb bíróság elnöke, és úgy hívják az urat, hogy William Taft. Azt mondja tehát, hogy akire ön gondol, és aki a legfelsőbb bíróság elnöki tisztét is betöltötte, az az amerikai Egyesült Államok 27. elnöke volt. Ha jól válaszol, akkor 17 millió 400 ezer forint. Megtudjuk hamarosan.
Szeretnék személyesen végigizgulni versenyzőink játékát? Jelentkezzenek nézőnek a Most vagy Soha stúdiójába, ahol szemtanúi lehetnek a multimilliómosok születésének. Hívják a 267-65-45-ös telefonszámot, hogy élőben élvezhessék a tudás és a kockáztatás játékát Jakubcsek Gabriellával. Most vagy soha? Játszanak velünk az interneten is. www.mostvagysoha.hu. Most vagy soha. Most aztán tényleg. 11. kérdés. Parócai Csaba. Az egyetemes történelem választott témakörben. A kérdése úgy szólt, hogy melyik amerikai elnök töltötte be életében a legfelsőbb bíróság elnöki tisztét is. Hát azt mondja Csaba, hogy szerinte William Taft volt, akire mi gondolunk, az az amerikai Egyesült Államok 27. elnöke volt 1909 és 13 között. És később a legfelsőbb bíróság elnöke volt 1920 és 1930 között. És jogásznak sokkal népszerűbb volt, mint elnöknek. És úgy hívták, hogy William Taft! 17 millió 400 ezer forint! Fantasztikus! Jézus Mária! Bravo! Megérdemli az ünneplést, komolyan mondom, elképesztő. Ön az első, Csaba, aki eljutott a 12. kérdésig. Mit fognak otthon szólni? De most komolyan, tehát hát mikor, talán, szeretném, hogy nagyon röviden végigmenne a családtagokon, a családtagok habitusából a reakciókon. Szerintem a habitusuktól függetlenül örülni fognak. Ugyanis nem hiszem, hogy ennyi pénzt láttak még egybe. Mit szóltak, amikor jelentkezett a játékra? Mit mondtak? Tulajdonképpen ők piszkáltak, hogy jelentkezzek. Főleg a gyerekek, vagy a feleség? A gyerekek. Gyerekek, igen. Melyik az a gyereke, aki, amelyik gyereke mondjuk most, nem is tudom, a leginkább izgulhat? Izgulhat. Hát én mindegyik izgul, biztos vagyok benne. De talán a kicsi? A kicsi az egész biztosan, de talán a legnagyobb, aki most lesz jogász, most végezni. A legnagyobb. Igen. Ő fiú? Leány. Ő lány? Leány és gyöngyvér. És úgy jönnek, hogy gyöngyvér, Csaba, Réka, Virág. Mondja, neki fut a 12-nek? Mert ezt meg kell kérdezni. Hát ezek után most már természetesen. És még mindig. Még mindig megvan az egyetemes történelem. Éppen ezért. Na, de azért nézzük meg, hogy mi a témaköre. Hát ha hezitálásra adok, hogy tudomány. Hát ez is jó, de lecserélem. jó, de azért lecseréljük. Na most akkor óvatos legyen, jó? Azt mondja, 1, 3, 5, 6. Legyen 10. Magyar ember, bátor ember. Júj. Kimondom, jó? Mert jó kimondani. 27 millió 400 ezer. Melyik nép döntötte meg az akkád államot Krisztus előtt 22. században? 1. Szúrák, 2. Kusok, 3. Kipcsakok, 4. Gutik, 5. Hetiták, 6. Dardaidák, 7. Zapotekek, 8. Hükszoszok, 9. Perzsák, 10. Karasszok, 11. Avaniták, 12. Selmikedmuk. Ez nagyon aranyos. Így tudnám mondani, hogy aranyos? Aranyos, igen. Mesélhetek önnek egy történetet? Jézus most! Ne csinálja velem ezt, mert a szívem kiesik. A
Az egyetemen tanultunk egyetemes jogtörténetet, és hát ennek része volt az is, hogy a sumér akkád állammal kellett foglalkozni bizonyos tekintetben. Akkádológus? Nem, csak. De az érdekes az benne, hogy ugye volt néhány városállamok, amiket akkor betéve kellett tudni, és volt egy igen kedves barátom, aki rendkívül kiváló jogász lett, a dr. Nagy István, akivel ezekkel a városállamokkal szittuk egymást. Mondjon egy ilyen szidást, hogy lehet ez? Menj a heti tágba, hozd vissza ez a dardaidákat, ilyeneket. Ezek a városállamok, ez Ur, Eridu, Larza, Agar és Szurappak. Na most... amikor a Nagy Pista átkiabált nekem mondjuk a folyosó másik végéről, hogy Ur Eridu, akkor én visszakiáltottam neki, hogy Larza Agar Szurappak, és azt hitték, hogy ez valami borzalmas káromkodás, hogy előtt. Na most... Melyik nép döntötte meg az akkád államot Krisztus előtt 22. században? Úgy gondolom, hogy ezek a gutik voltak, és őket később a felemelkedő városállamok, tehát az Ur, főleg az Uriak, azok üzték ki aztán erről a területről, és ez a válaszom is. Azt mondta, hogy gutik. Már csak azért is mondja, gut, ugye az jó, akkor valószínűleg ez a jó válasz. Balaszt maga cicázik itt velem. Nem csak. Látom a szemét. Ön azt mondja, hogy az Ur dinasztia végül sikerrel elüldözte azokat, akiket... Igen. A második Ur dinasztia? Azt nem tudom, hogy hanyadik, de biztos, hogy a Ur városának az uralkodó osztálya volt, rétege uralkodói. Most már csak az a kérdés, hogy kiket? Bizony. Csaba nyereménye, döbbenetesen sok pénz, a rekord a Most vagy Soha stúdiójában, a 111. adásban, mindenek fölötti nyeremény, 27 millió 400 ezer forinttal, fantasztikus játékban. Csaba, döbbenetes vagy. Köszönöm a játékot. Köszönöm. Ülni, jó itt játszani, 27 millió 400 ezer forint. Önök is játékban vannak még mindig. Mutatjuk a nézői kérdést. Mit nevezünk fekete halálnak? 1. Vámpírharapás, 2. Kolera, 3. Nápha, 4. Pestis. A telefonszámot láthatják és az internet elérhetőséget, hiszen online játszhatnak a műsor végéig. És ugye önök is szeretnének játszani, hát persze, hogy szeretnének, 27 millió 400 ezer forint, őrületesen sok pénz még kimondani is. És hogyha látnák, hogy a nézők hogy örülnek itt a stúdióban, és milyen élmény ez egy stábnak is, és önöknek is nyilván otthon a TV képernyői előtt, akkor ki ne szeretné ezt az érzést itt átélni. Kérem szépen, itt a lehetőség, a telefonszám 0690 455 444-es, nem levélben, telefonon várom önöket. De a játék megy tovább, most vagy soha. A következő játékosunk szeretne egy Alfa Romeo-t, rendben van, családi házat, igen, könyveket, egyébként műszaki rajzoló, és Egerből érkezik.
Pálné. Üdvözlöm! Köszönjét kívánok! Foglaljon a helyet! Hogy szólíthatom? Zsazsa. Zsazsa? Igen. Zsazsa. Hát Zsazsa, milyen érzés, jó ott ülni, hát ugye? Hát ezek után mit lehet mondani? Hú, az egy nagyon, az most vagy jó bemelegített szék. 16.589 forint lesz Zsazsa majd a csekk. 50 éves műszaki rajzoló, Egerből érkezett, és a magyar irodalom lesz majd a választott témaköre. Igen. Melegedjünk be. Próbáljuk azt mondom meg. Én. Az első kérdés témakörét nézzük meg, Zsuzsa. Irodalom. A kérdése úgy hangzik. Mivel repül Mary Poppins? Úgy gondolom az esernyőjével. Helyesen gondolja. A csekkel elköszönünk. Második kérdés témaköre. Az élővilág. Hol élnek a liánok? Egy fákon, kettő vízben. Mivel ezek kúszónövények, ezért fákon. Azt mondja, hogy fákon, ezek élősködő trópusi növények. És nagyon elítélendő gyökereikkel a másik növényre kapaszkodnak, és úgy kúsznak tovább. Megvan az 50 ezer forint is. Harmadik kérdés témaköre. Történelem. Nézzük. Nézzük. Kérnék szépen egy tétet. Duplázunk. Duplázunk. Megjött a kedve, látom, Zsazsa. Harmadik kérdés témakörre, tehát a történelem, a kérdése pedig. Hogyan nevezzük a katolikus papság összességét? Egy, apátság, kettő, klerikalizmus, három, klérus. A harmadik választ választom, a klérus. Ha jól válaszol, 100 ezer forint, és jól válaszol. Negyedik kérdés. Magyar irodalom lesz majd a választott témaköre. Miért pont a magyar irodalom? Tulajdonképpen azért, mert magyar nyelvtant nem lehetett választani. Inkább az a kedvencem. Igen, nagyon mi szeretem a magyar. A magyar nyelvben, hát az a legszebb a nyelv a világon. És a legnehezebb. És az egyik legnehezebb. És a nyelvtan az alapja mindennek, és a többi nyelv tanulásának is a magyar nyelvtan az alapja. A kérdésem arra vonatkozott igazából, hogy a nyelvészetet szeretni, azt ugye az ember az egyetem bizonyos éveiben elkezdi muszájból, de aztán rájön, hogy ebben tényleg van szépség, és nem csak a nyelvtörténetre gondolok, de mondjuk a mai magyar nyelvtanra is, vagy az általános nyelvtanra, de műszaki rajzoló a végzettsége, tehát csak azért csodálkozom ezen, hogy valószínűleg ilyen mélységekig nem kényszerítette rá az élet, hogy megtanulja a magyar nyelvet. Nem, az élet nem. Én saját magamat. Vagyis, hát ez indítatásból származik. Édesapámnak nagyon sokat köszönhetek tanulás terén is, és ő szeretette meg velem. Fantasztikus. Na jó, meglátjuk. Magyar irodalom lesz majd, de eddig még nem jutottunk el. Negyedik kérdés témakörét nézzük meg. Élővilág. Próbáljuk meg. Próbáljuk meg, és a tétje. Még duplázzunk egyet. Milyen ember a Homo erectus? Egy ügyes, kettő bölcs, három játékos, avagy felegyenesedett. Hát a bölcs az biztos, hogy nem. Mert a Homo sapiens az a bölcs ember. Erectus. Latin tanulmányaimban kutatok egy ilyen szó után. Ügyes, játékos, felegyenesedett. A játékos az homo ludens, úgy rémlik. Felegyenesedett, mert azt még nem hallottam, hogy ilyen összetételben is előfordult volna. Lesz, ami lesz, legyen az ügyes. Egyest választom. Azt mondja tehát, hogy a Homo erectus az az ügyes ember. Ha jól válaszol, akkor 200 ezer.
ha rosszul válaszol, akkor a 16.589 forint. Nem baj, 16.589 forint. Köszönöm szépen. És örülök, hogy ennyire szereti a magyar nyelvet. Sőt, a nyelvtan, ha jól értem. Igen. Nagyon szépen köszönöm a játékot. Vagy soha a következő játékosunk, nagyon szereti a társas játékokat, a csillagászatot, informatikus, és Budapestről érkezik. Szabó Béla! Üdvözlöm! Jó estét kívánok, foglaljon helyet! Szabó Béla tehát budapesti, 28 éves informatikus, és értelemszerűen majd az internet lesz a választott témaköre. Kérek igen. Szépen egy csekket. Hány órát tört el az interneten? Hát egy nap ilyen 8 órát biztosan. Jézus Máriám, 16.879 forint. Béla, kezdjük. Első kérdés témakörét nézzük meg. Művészet. Vágjunk bele. Vágjunk bele. A kérdés. Az orosz cárok fejedelmi erődítménye aranyozott kupolákkal magasodik Moszkva fölé, mi ez? Ez a Kreml. Ez a Kreml. Vagy csak, nincs. Hopp, ezt megettük. Második kérdés témaköre. 50.000 forintért. Film. Maradhat. A kérdés maradhat, még nem cserélhet, majd csak a harmadiktól. És a kérdése úgy szól, hogy kit alakít Kabos Gyula felejthetetlen filmjében, a Hippolit a lakályban? Egy az urat, avagy a lakályt? A kettes választ választom. Azt mondja tehát, hogy Kabos Gyula a Hippolit a lakályban a lakályt alakítja. És ön szerint Csortos Gyula melyiket alakította? Hát, akkor az urat. Nézzük. Pont fordítva. Pont fordítva. A magasabb úr volt a Csortos Gyula, és ő volt a lakály. És a Kabos volt, ugye a hagyományát teszem hagyományával, ő volt az úr, aki felfogadta a lakályt. Jaj, de sajnálom. Hát ez a 16.879 forint. Béla, ilyen az élet. Ez egy olyan adás hát, volt ma, volt. Hogy hol fönt, hol lent. Fantasztikusan izgalmas volt. Köszönöm szépen a játékot. Köszönöm. Viszontlátásra. Hát azért én kérem szépen dr. Parócai Csabát, hogy fáradjon ide hozzám. Most már örömmel jön, mert ünnepelünk. A 111. adásban 27.400.000 forinttal azért most már jobb itt lenni, ugye? Kérem szépen, fantasztikus műsor volt. Ott van voltunk, hol lent a nap őse. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Gratulálok önnek! Nagyon köszönöm! Nagyon jól játszott! Igazi ünnepet! 27.400.000 forinttal! Most vagy soha! Egészségére! Történelmet írtunk ebben a játékban. 111. adás, most vagy soha vetélkedő dr. Parócai Csaba, 27.400.000 forinttal. Nagyon tudod, 12 kérdésre válaszolt, fantasztikusan taktikázott. Kérem szépen, hogy örüljenek a más örömének. Várom önöket is ide, önök is nyerhetnek. Most vagy soha, viszontlátásra. Mai közönség rejtényünk helyes megfejtése a következő. A pestis elnevezése a fekete halál. Mindjárt kiderül, hogy melyik telefonon játszó nézőnk nyer ma 25.000 forintot, illetve melyik internetes megfejtőnk kap ajándékcsomagot. Tartsanak velünk holnap este is. Most vagy soha.